Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Grósz Ákos vagyok, a Grósz Coaching Kft. Ügyvezetője. A Móri Család és Karrierpont szülőakadémiának a harmadik állomásához érkeztünk el, és hát a helyzetre való tekintettel ezt az online térben fogjuk megtartani. Az előadás sorozat eddigi előadásait dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus és Hevesi Tamás énekes tartották a női, illetve a férfi szerepekről. Mostani előadás a tudatos családról fog szólni, és Koller Krisztián és párja Koller Zsuzsanna fognak róla beszélgetni. Fogadják őket sok szeretettel. Hello, sziasztok! Sziasztok! Koller Krisztián kineziológus vagyok. Én pedig Koller Zsuzsanna, önismereti mentor és Access Bars facilitátor. Szeretettel köszöntünk titeket itt az online térben. Ez a furcsa helyzet adódott, hogy élőben találkoztunk volna, mi már nagyon vártuk ezt az előadást, de most ez a helyzet ez adta magát, hogy inkább egy felvételről tudunk nálatok jelentkezni. Reméljük, hogy így is tudunk nektek ötleteket adni ahhoz, hogy hogyan tudjátok egy kicsit könnyebbé tenni ezt az időszakot a családban. Arról fogunk most beszélgetni itt egymással, mivel itt most kettecskén vagyunk, hogy vajon mi lehet a boldog családnak az ismérve, mitől függ az, hogy egy családban minden szereplő jól érzi-e magát, ki tud-e teljesedni, jól van-e otthon a bőrében. Meg fogjuk nézni, hogy milyen tényezőket tudunk összegyűjteni, amire tudtok figyelni, hogy ezen javítani tudjatok. Így van, és akkor menjünk is bele, és van egy kérdésem hozzád, hogy létezik-e olyan, hogy tökéletes család szerinted? Persze, igen, a közösségi médiában létezik a fényképeken, nekünk is nagyon szép beállított műtermi fotóink vannak fönt a Facebook oldalunkon is, a weboldalunkon is, és vannak olyan fényképek természetesen, amik sosem kerülhetnek fel, hiszen mi is emberek vagyunk, mi azt gondoljuk, én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy tökéletes család, tökéletes szülő, illetve akkor tökéletes valami, szerintem, ha a maga nemében tökéletlenül van rendben, nem? Így van, tehát hogy pozitív, a hibáival együtt. Vannak pozitív oldalai is az embernek, ugye meg negatív oldalai is, és hogy mind a kettőt megismerve tudjuk őket alkalmazni és használni ezeket az érzelmeket, mert hogyha én például nagyon-nagyon mindig kedveskedek neked, akkor te nem biztos, hogy fel fogsz tudni rám nézni férfiként, vagy hogyha én mindig föntről kommunikálok veled, vagy hogy föntről beszélek veled, akkor lehet, hogy te egy olyan alárendeltségi, kiszolgáltatott helyzetbe raklak téged, amivel valószínű, hogy nem fogod magadat jól érezni a Sőt, családban. Én el tudom mondani a saját megélésemet ezzel kapcsolatban. Igen? Amikor én nem vagyok jól, és a Krisztián nagyon lelkes, akkor az engem nagyon dühít. Tehát így, igen, így tehát, hogy nem segít. A pozitívumok és a negatívumok is előnyek és hátrányok, tehát hogyha én nagyon-nagyon pozitív vagyok, akkor lehet, hogy neked okozok egy ilyen kisebbségi érzést, és mikor például, hogy most említetted, hogy nagyon-nagyon lelkes vagyok, akkor úristen így összeesel mellettem. Mert nekem ez nem megy akkor abban a pillanatban. Van. Tehát, hogy én azt gondolom erről, hogy mindenkinek vannak pozitív és negatív tulajdonságai, és ezekben meg kell találnunk az egyensúlyunkat, de nálunk is vannak egyébként hibák, mint például, hogyha én, vegyük ezt a példát, mikor túl lelkes vagyok, akkor te egy nagyon kicsikét ideges leszel ettől, vagy feszült leszel inkább azt. Ha éppen én nem vagyok olyan paszban. Ha nem vagy olyan paszban, és nem tudunk egymáshoz kötődni, és ilyenkor, hogyha ezt mi nem tudnánk jól kezelni, vagy nem ismernénk fel magunkban, ja jó, te lelkes vagy, ja én meg most nem vagyok ráthangolódva, ez lehet, hogy egy bántás is lenne, nem? Tehát, hogy igen, egy kicsit így önleértékeléshez vezet, legalábbis nálam, és szerintem sokan mások is így élik meg ezt, hogyha a másik nagyon határozott és nagyon jól van önmagával, akkor annak, aki kevésbé van jól, annak ez úgy tűnhet, hogy mondjuk ő egy kicsit ilyen beképzelt, vagy nagyképű, vagy erőteljesebb, erőszakosabb, tehát hogy ez a másik oldalon azért ez így tud lejönni. Igen, hozzám egyébként sokan ezért nem mernek eljönni a kineziológia kezelésre, mert hogy azt gondolják, hogy én túl kemény vagyok, pedig nem, mert én, hogy pont ezt a lazasságot, ezt az önazonosságot szeretném adni, és lehet, hogy ez bennük nincsen meg, mert hogy van egy ilyen megfelelés, és ezért így megtorpannak, vagy nagyon sokan meg szokták említeni, amikor beülnek hozzám, így a személyes konzultációkra, hogy Krisztián, én most rosszul érzem magam, hogy ide bejöttem, és nyilván, mert hogy ő szembesül a saját maga pozitív, illetve negatív érzéseivel. Az esendőségével, ugye? Mert hogy sebezhetőnek lenni azért nem olyan könnyű. Nagyon kevesen merik ezt felvállalni, hogy milyen hibáik vannak, vagy milyen előnytelennek vélt tulajdonságai, amiket így a külvilág előtt
nem szeretnének felvállalni, úgyhogy ez tényleg egy nehéz dolog, de aztán amikor ideülnek eléd, akkor ez egy idő után feloldódik, igaz? Hát feloldódik, vagy nem, és több alkalom kell, mire feloldódjon, és nyilván mutatunk rá technikákat, amivel egyébként ezt fel lehet oldani, de szerintem itt nagyon fontos az, hogy még mindig vissza kell, hogy térjek erre a pozitív-negatív tulajdonságokra, mind a kettőt ismernem kell magamban, hogy mikor például, amikor én nagyon határozott vagyok veled szemben, akkor tudom, hogy néha azt is meg kell mutatnom, mikor én esendő vagyok, mert hogy lássad mind a két oldalamat, tehát hogy én sem vagyok egy angyal, aki csak a pozitív oldalon van, hanem tehát nincsenek angyal szárnyaim, ahogy szoktam mondani, hanem tényleg mindenki, azért vagyunk itt emberek, mert a polaritásban élünk, és pozitív-negatív tulajdonságokkal rendelkezünk, és a családban tulajdonképpen ez úgy jön fel, hogy ha én ismerem a saját magam hibáit, és bemerem valani számodra, most kemény voltam, vagy túl lelkes voltam most ebben a szituációban, és látom, hogy ez téged bánt, olyan nagyon kicsikét visszaveszem, hogy ne legyen ekkora űr kettőnk között. Vagy például, hogyha a gyerekem feszült, és én nekem nagyon jó kedvem van, akkor egy kicsikét úgy érzelmileg úgy odagugolok mellé, és ilyen együttérzően, megértő odafordulással fordulok oda, mert akkor egy kicsikét erről a magas lóról, erről az én energiám, egy kicsikét leszállok, igaz? És ez kell, hogy te lásd, hogy én lemerek szállni a magas lómról, az én nagyon határozottságomról, mert hogyha nem szállok le, akkor tényleg azt érzed, hogy föntről kommunikálok veled. Én valahogy így látom ezt a családon belül, hogy tényleg vannak konfliktusok, tényleg vannak pozitív, negatív tulajdonságok, ezt jól kell kezelni, szerintem. Így van, és mivel az előadásunknak az a címe, hogy tudatosság a családban, ezért most itt, amiről beszéltünk, az tulajdonképpen a tudatosság egyik megfogalmazása lehet, hogy aki tudatos, az mindkét oldalát elismeri, felvállalja, megismeri legalább, nem rejtegeti, hanem megpróbálja úgy a helyzetekben magát képviselni, hogy a lehető leginkább maga legyen, vagy igen, emberi legyen. Igen, és arról is szoktunk mi beszélgetni, ugye, hogy minden ember arra vágyik, hogy szeretetre, tiszteletre, és megbecsülésre vágyik, és hát ugye ki ne szeretne határozott, magabiztos, önbizalom teljes lenni, ő céltudatos, hódító, csábító, türelmes, kiegyensúlyozott, szóval, hogy vannak nagyon sok jó tulajdonságai az embernek, és mindenki ilyen szeretne lenni, de mégis, mivel ez a negatív, ez a határozatlan, ez a bizonytalanság, ez a sértődés, ez a düh, harag, feszültség, ez sokkal nagyobb hangsúlyban van, és úgy, mint egy mérleg, ez el van dőlve bennünk, és hogyha sokkal több a negatív érzés, és sokkal több a negatív gondolat, akkor sokkal több lesz a negatív cselekedet is, vagy a kapcsolódás a családban, és pontosan ezért, mivel ezt úgy tudjuk helyére billenteni, amikor én elismerem saját magam képességét, elismerem a negatív tulajdonságomat, elismerem a pozitív tulajdonságomat, és elkezdem erősíteni a pozitív oldalamat, akár egy elismeréssel, akár egy hálával. Legalábbis szerintem így működik. De mit gondolsz erről? És ha már a családról beszélünk, akkor itt azért sokat beszéltünk már most is arról, hogy mi ketten mire figyelünk, illetve magunkkal kapcsolatban mi a fontos, ugye, és kiemelném, vagy bekarikáznám itt az önbizalom fogalmát egy kicsit, hogy az önbizalom, hát mindenkinek mást jelent, ez a megfelelő egészséges önbecsülés, vagy önértékelés, amikor tisztában vagyok önmagammal, akkor tudok a másikkal is úgy kapcsolódni, hogy az egy egészséges tápláló kapcsolat legyen, és ugye itt akkor behozhatjuk a gyerekeket, hogy szülőként ez mekkora kihívás tud lenni, és milyen szép feladat, hogy én önmagammal jóban legyek ebben az otthoni közegben is, és azt adjam oda a gyerekemnek, amit szeretnék. Egy kicsikét beszéljünk akkor szerintem arról, hogy az önbizalom és az önszeretet között mi a különbség, jó? Tehát az önbizalom teljes ember, vannak céljaim, amit elérek, és sokszor, akár egy napi cél is lehet, hogy most arra gondolok, hogy ma egy sikeres konzultációt csinálok mondjuk a klienseimmel, és akkor napvégén hazamegyek, és tök nagyon-nagyon jó sikeres. Tehát ezek a szakró célok, szerintem ezek az önbizalmak, hogy sok sikerem van benne, és akkor a munkámban is sok sikerem van. És ezt elismered magadban. És azt utána a nap végén ugye elismerem, és akkor ez növeli nekem az önbizalmat, hogy sikeres vagyok, ez az, hogy kitűzök valamit, meg tudom csinálni, ez szerintem az önbizalom. És beszélünk az önszeretetről, vagy az önbecsülésről,
az én úgy gondolom, hogy nagyon kicsikét más, méghozzá azért, mert a szeretetemben abban benne van az is, hogy hibáztam. Benne van az is, hogy amiről beszéltünk az előbb, hogy a negatív oldalt is elfogadom, hogy igen, ó, ott dühös voltam, de azt, úristen, felhúztam magamat azon, abban a szituációban, jó, hát legközelebb hogy fogom csinálni, és akkor tulajdonképpen a negatív oldal, mint egy üzemanyag lesz bennem, hogy az fog engem motiválni, hogy ó, ez most nem jól sikerült, ott felhúztam magamat abban a szituációban, de legközelebb, hogyha így és így fogom csinálni, akkor nekem az a negatív szituáció az már egy tanulás, egy tanítás nekem, hogy legközelebb egyébként mit csináljuk másképp, mert hogy szeretem magamat annyira, hogy meg kell, hogy magamnak bocsássak, tehát az önszeretetben, az önbecsülésben, tehát hogy van egy megbocsájtás rész benne, és van egy tanulságos rész ebben az egészben. És itt tudom a negatív-pozitív oldalon billentgetni magamat. Kicsit egyensúlyba hozni. Így van. Uh-huh. És hogyha én ezeket felismerem, elismerem, és azt mondom, hogy a negatív tulajdonságom is egy üzemanyag, tehát hogy azt nem megtagadom, meg eltolom magamtól, hanem beengedem, akkor erre azt tudom mondani, hogy megvizsgálom, objektívan elkezdem megvizsgálni, akkor tulajdonképpen tudom átváltani az, hogy nincsen pozitív meg negatív, hanem megszűnik ez a kettős érzés, ez a polaritás bennünk. Hogy ez a bélyegzés, hogy ez most igen, negatív, és igen. Ezt most meg kell ítélnem magamban. És hogyha megítélem magamat, akkor már nem szeretem magam, akkor már nem becsülöm magam, akkor már és haragszom. És ez hogyan hat a gyermekemre? Így van. És hogyha én egyébként állandóan dühös és haragos és csalódott vagyok magamban, a gyerkőc ugye fogantatásától kezdve 12 éves korig veszi át a viselkedési mintát, és hogy ezt a mintát, hogyha ő átveszi tőlem, hogy én mindig haragszom magamra, akkor így utána a gyerkőc is kisebbségérzést fog érezni, és ő is megerősíti benn magában azt, hogy nem szerethető. Így van, tehát miért fontos az, hogy a szülő a saját önbizalmát, önszeretetét megerősítse? Azért, hiszen nem a gyerek nem attól fogja megtanulni, hogy szeresd magad, kisfiam, hogy én elmondom neki naponta ötször, hanem attól, hogy én megmutatom azt, hogy én hogy tudom magam szeretni anyaként, annak vagy apaként, annak ellenére, hogy a mai napon mondjuk X dolgot elszúrtam, és na bum, majd ezt akkor jóvá teszem valahogy. Igen, igen. És még, ha menjünk tovább egy kicsit még a beszélgetésbe, hogy ezen kívül vannak különböző szerepeink, tehát van a pozitív-negatív oldalunk, és akkor vannak ezek a különböző szerepeink, hogy én legalábbis azt gondolom erről, ugye mindennapokban, igen, hogy négy szerepnek kell megfelelnünk, hogy ugye most beszélünk itt most a tudatosságról, a szülőségről, én mint szülő, tehát mint anya, apa, és akkor a másik feléből beszélünk arról, hogy hát el kell mennünk dolgozni, mert hogy az is egy jó móka, egy öröm, vagy valakinek ugye azért kell menni, kötelesség, ugye ez nézőpont kérdése. És akkor van egy olyan, hogy én mint férfi, tehát hogy én mint férfi, hogy érzem magamat a bőrömben, tudok-e hódítani, a nő tud-e csábítani, ez a különbség. Hogyan tudok a másik nemhez kapcsolódni. Igen, és kimondottam tényleg férfiként, és van egy én időnk, van egy ilyen önszeretett részünk szerintem, hogy én tisztában legyek önmagammal, hogy én például ide azt szoktam én, hogy nekem nem tudom, az én hobbim az, hogy nem tudom, elmegyek motorozni. Te, mint ember, a szerepeitől függetlenül, nemtelenül, te hogyan határozod meg magad, hogy ki vagy igen. Te valójában. És ide tartozik ez az önbecsülés, ez az önszeretet. Szerintem ebbe a részébe tartozik ez, hogy például engem érdekel a, nem tudom, az önismeret. És akkor mindenféle tanfolyamokra eljárok, de oda szeretek alapvetően egyedül eljárni, legalábbis még mikor mi nem voltunk házasok, akkor szerettem ugyanezt. Most szeretek veled járni, én ezt szeretem bennünk, hogy mind a ketten igen, ez a mi közös időnk az a fejlődés is, és a tanfolyamokra járás is. Igen, és ott is egyébként mi, én úgy érzem, hogy ott nem telenek vagyunk, tehát oda tényleg azért megyünk, hogy tanulunk. Viszont amikor férfi nőként, akkor kimondott a randizunk, tehát hogy ez egy nagyon jó szerintem része ennek a dolognak, és ezt mindenkinek szoktuk ajánlani, amikor párkapcsolaton segítünk, hogy nagyon gyakran az a hiba, hogy nem töltenek el együtt a szülők, mint a gyerekek nélkül közös időt. Igen, minőségi időt, és pontosan azért, hogy ugye amikor megszületik a gyerek, akkor a férfi nő egy kicsikét, ebből a szerepből átlépünk egy anya, apa, egy szülői szerepbe, és eltűnik általában a férfinő. És ezért nagyon sok válás is van a gyerkőcök után. Így van, azt olvasta te is már, meg már mondtuk több helyen is, hogy a statisztikák szerint a gyermekvállást követő időszakban 67%-a feneklik meg a kapcsolatoknak valamilyen szinten, tehát nem biztos, hogy válláshoz vezet, de azért kihívások elé állítja a két felet az, hogy ebben az új szerepben is
meg kell találniuk újra önmagukat, egymást meg kell találni, hiszen egy teljesen másik ember tud kijönni mondjuk a szülőszobáról, mint aki oda bement korábban, és olyan helyzetek adódhatnak, és olyan konfliktusok jöhetnek, amik korábban nem voltak, igaz? Tehát igen. Nagyon sok olyan párt ismerünk, ahol a korábbi időszakban, amíg ketten voltak, semmiben nem vitatkoztak, mindenben egyet tudtak érteni, mindenben meg tudtak egyezni, és jött a gyerek, és felborult a világuk, és jöttek a konfliktusok egymás után, és így álltak így, hogy ki ez a másik ember itt, mert ezt én nem ismerem, és nagyon nehéz volt újra ezt megtalálni. Igen, és ebből a szempontból ezt vissza kell raknunk az egyensúlyunkat, ugye, mint férfinő, és ugye ez elveszítődik, mikor megszületik a gyerek, és ott meg kell tanulnom azt, hogy egymáshoz kell kapcsolnunk, mint apa-anya, hiszen a gyerek az bekapcsolja a mi saját gyerekkorunkból hozott problémákat, mindenki hoz egy másik nevelési metodikát, vagy nézőpontot, nevelési elveket, és hogy ez gyakran ütközik, és férfinőként lehet, hogy megtaláltuk egymással a hangot, de ahogy megszületik a gyerek, apa-anyaként nem kezdünk jól funkcionálni közösen, ráadásul mivel sok a konfliktus, ezért a másik szerepemből is egyébként kiesek, és nem tudok úgy működni, funkcionálni. És ez szokott lenni a leggyakoribb hiba. Legalábbis a munkánk során, így van? Meg a saját életünkből is tudunk mondani példát. Ó, igen, tehát és akkor mondjuk van is, mert... Van egy tökéletes család, persze, mi azok vagyunk, nem, ezt ugyanúgy mi is megéltük, hiszen amikor nekünk jött az első kislányunk, akkor így előtte ilyen nagyon boldog babavárás, gyönyörű elképzelések, hogy majd hogy fogunk az édes baba illatban együtt a felhőben itt szállogálni, és akkor megérkezett egy olyan kis lélek, aki hát ezt rohadtul nem így képzelte, mint ahogy mi. Tehát teljesen felülírta az összes elképzelésünket, és meg néztünk így nagy szemekkel, hogy ez mi? Ez hogy? Ezt miért nem mondta valaki? Ezt nem képzeltük el? Ezt nagyon nem. Így nem találtam én, főleg én magam, mert ugye hát ez így anyaként egy picit még nehezebb tud lenni, mint férfiként, hiszen a gyermek, mi azt gondoljuk, hogy a nagyjából 70%-ban kapcsolódik az édesanyjához, főleg így az elején, főleg és kevesebb tere van a korai időszakban az édesapának. Tehát anyaként én ezt nagyon nehezen éltem meg, én bevallom őszintén. Összerogytam, szétestem, azt sem tudtam, ki vagyok, és azt sem tudtam, ki akarok lenni, hogy van ez az egész, igaz? Oké, csak hadd kérdezem érestészét szerinted. Tehát, hogy meséljünk arról egy kicsikét, hogy neked mi a rálátásod. Hát most szakmailag is nézzük, igen, meg egy kicsikét. Igen, tehát utólag sok mindent megértettem már. Én szerintem a legnagyobb hibám az volt, hogy ragaszkodtam ilyen fix elképzelésekhez és elvárásokhoz, hogy kéne lenni ezeknek a dolgoknak, azok alapján, amiket másoknál láttam vagy tapasztaltam. Tehát ha ezt nem csináltam volna, és egy picit így elengedtem volna a saját elvárásaimhoz való ragaszkodást, akkor sokkal könnyebb lett volna. Oké, milyen elvárásai voltak? Nekem az volt az elképzelésem, hogy aludni fogok, amikor a gyerek alszik. És kaptunk egy olyan gyermeket, aki sem éjjel, sem nappal nem szerette volna ezt művelni. Tehát nekem ez volt a kiképzés része, és ebből így évekig nem tudtam kijönni. Igen, a fáradtságból nem tudtál kijönni, és annyira feszültségben voltál a fáradtságod miatt, hogy ez teljesen túlélésre mentem, igen, ott abszolút. És most nem a boldogság volt, hanem az, hogy túléljünk. Hát boldogság az nem volt ott. És elmentünk egy családi rendezvényre, egy szülinapra, és azt mondták nekünk, hogy úristen, mi hogy nézünk ki, be volt püfedve a szemünk, mert nem aludtunk semmit, emlékszel? Még az egy dolog, hogy néztünk ki, de az az energia, amit kisugároztunk, az a hangulat. Az a utálunk mindenkit. Mindenki húzzon innen. Igen. Azt mondták, hogy semmire. Mi, ha nem fogunk elválni, akkor soha. Így van, tehát hogy megéljük mi is ezeket a mélypontokat, és megéltük ezeket a mélypontokat. Viszont ahogy említettük, hogy elkezdtük üzemanyagként használni ezeket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy tényleg nem volt benne hiba, meg kellett tapasztalnunk, hogy a nem alvás milyen, és a gyerkőc már, ahogy beszületett hozzánk, ugye elkezdett tanítani minket, a mi elvárásunkat, a mi elképzelésünket elkezdte kitágítani. Tehát mi is tanuljuk, ugye tudatosan, amikor megszületik egy gyerek, akkor nem én majd megmondom a gyereknek, hogy mi legyen, hanem a gyerektől is én tanulok, és folyamatosan így... Hát
tágítja a határainkat, a komfortzónánkat, azt, hogy mi mit gondolunk arról, hogy ennek hogyan kellene lennie. Tehát azért átírja ezeket az elképzeléseket. És hogyha ez ugye nem így van, ahogy mi elképzeltük, akkor az elvárásainkat, és ez mindig van elvárás, hogy akkor majd én hogy milyen szülő leszek, és persze én nem akarok olyan szülő lenni, mint az anya-apa, ugye, és akkor itt már be is tudjuk hozni ezt a témát is, hogy mi az, amit hozunk a gyerekkorunkból. Úristen, én nem akarok. És nem akarok olyan lenni, mint az anyám. Én ezt biztos nem csinálom a gyerekkel. Így van, én nem akarok olyan lenni, mint az apám. És mi átmegyünk tagadásba, és mikor átmegyünk tagadásba, hát pontosan ugyanazt csináljuk. Vagy kényszeresen az ellenkezőjét. Igen. Tehát, hogy nálunk például az van, hogy nálunk ugye én szikorba nőttem fel, és már mi volt az elején, szóltál nekem, hogy figyelj, azért ne legyél ennyire lágy a gyerekkel, mert hogy itt ezt elengeded. Már akkor... ezt egy kicsit bontsuk ki, hogy hogy a te édesapád, Krisztián édesapja nagyon szigorú volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy kicsit, hanem nagyon. Igen. Az édesanyja pedig pont ezt az ellenkezőjét vitte, az a rendkívül szeretetteljes, minden rendben van, kisfiam, mindent megoldunk, csak neked jó legyen. Hát az én anyukám a neki anyukája. Csodálatos. Igen. És azt érdekes így kívülről megfigyelni, hogy ez a két ellenpólus hogyan hatott Krisztiánkára, mint kisfiúra. És úgy hatott, hogy amikor mi szülők lettünk, akkor én meg hoztam, nekem elváltak a szüleim, én inkább anyukámét hoztam, ő egy ilyen szigorúbb, ilyen elég következetes, karakán, néha egy picit gyerekként úgy éltem meg, hogy túl szigorú is volt. És én ezt hoztam, hogy itt majd, én megmondom, majd én itt szabályozom a kereteket, és akkor hát ugye jött ez a gyermek, akinek ugye a keretek egy picit távolabb vannak, mint amit én úgy gondoltam, és ebben a helyzetben Krisztiánból meg az a minta jött, amit édesanyja képviselt, hogy persze kicsi, majd megoldjuk, majd minden rendben lesz, és egy ilyen nagyon megengedő, nagyon extrán türelmes volt. Hát, ami bennem mit kapcsolt be? Hát, majdnem fölgyújtottam magam, hogy lehet ilyen türelmes valaki egy ilyen hisztis gyerekkel. Tehát ott nálunk is ez így megjelent, hogy te a nagyon megengedő mintát vitted, hiszen gyerekként az volt számodra a normális, vagy a szeretetteljes. És ugye nekem ugye az apa a szigorság, az megberakta azt, hogy azt nem lehet, mert én azt rosszul éltem. Így meg. Van, tehát amikor én szigorú voltam, akkor benne meg bekapcsolt ez, hogy ez nem jó a gyereknek. Ez nem jó a gyereknek, és én meg akkor mentem ellened. És tehát a gyerek születés ugye bekapcsolja akkor a mi viselkedés, amit hozunk gyerekkorból, bekapcsolja a párkapcsolatban ezt az ellenérzetet, meg még ott van a gyerek, hogy akkor mit csináljuk a gyerekkel. Így van, hiszen mindenki a legjobb szándékával próbálja őt segíteni abban, hogy ezeket a helyzeteket normálisan megoldjuk, és ezek teljesen különböznek ezek a hozzáállások ehhez a dologhoz. Igen, tehát hogy fantasztikus. Szép feladat. És megint visszatérek a beszélgetésünkre erre, hogy jönnek ezek a negatív érzések, meg ezek a negatív tulajdonságok. Bűntudat. És bűntudat, hogy úristen, akkor és elkezdek ragaszkodni, hogy már pedig te túl szigorú vagy a gyerekhez, hogy miért nem lehet, te türelmes. És elkezdek rád olvasni, te meg elkezdesz rám olvasni, hogy most már jó lenne, hogyha egy kicsikért... Kicsit a határt szabnál, mert elkanászodik ez a igen, gyerek. Igen, ez a gyerek, így van, és akkor te milyen apa vagy? És elkezdődik a minősítés, elkezdődik az ítélkezés. És ez rámegy a párkapcsolat. És hát elkezdjük felhúzni a falakat, nem csak így, hanem mivel ezt a gyerek okozta, a gyereknél is elkezdem felhúzni a falat, és akkor ugye elkezdünk egymástól szépen eltávolodni, és pontosan az, hogy érdektelenség lesz, közömbösség lesz. Sértődés. A dűharag miatt vannak már ezek, tehát hogy dűharag, sértődés, hogy ne, minősítesz engem, vagy utasítalak én téged, vagy föntről kommunikálok veled, vagy a gyerekkel is, és én ezt látom, és hogyha ez bennem nincsen letisztázva, akkor szerintem elkezdjük felhúzni a falat, tehát ez a dűharag, sértődés van mögötte érzelmileg, elindítjuk a falakat a gyereknél is, meg nálad is, és van a következő, hogy ugye a férfinek el kell menni dolgozni, elmegy a munkahelyre, és ott valaki kedves vele. Valaki kevés, nem mondja neki az elvárásait, igen. Nem cseszegeti, hogy mit, hogy kéne. Igen, nem kapcsolódik be benne a negatív történet, nem jönnek föl, hanem ott elkezdni. Természetes módon tudnak kapcsolódni. És így van, természetes módon, és mindenki adja a saját magát, a pozitív oldalát, mondjuk így, hiszen ott még egy felszín van, nincsenek benne be a közegbe, nincsen ennyi súrlódás, nincsen ennyi konfliktus, és meg szokott történni gyakran itt a megcsalás ez miatt. És vagy az, hogy
elidegenedek tőled, idegenek a gyerektől, jó, én nem vagyok boldog, és gyakran fölállunk, és elválunk. Tehát, hogy ez ennek a története, hogy itt 67%-a statisztikák szerint a párkapcsolatok elválnak ezek nem miatt. Elválnak, hanem megsínyli. Ha megsínyli. Megsínyli, és akkor vagy elválnak, vagy sikerül megoldani. Így van. Nekünk erre van egy fantasztikus programunk, igaz? Tényleg? Van egy párkapcsolatos programunk, erre kimondottam. Hogyha ilyen van nálatok, akkor nyugodtan írjatok, és akkor fogunk tudni segíteni, hogy így van. De most a családról kellene beszélnünk még. Arról tudnál-e mesélni egy kicsit, hogy hogyan alakult ki nálad ez a gyermekekkel kapcsolatos tanfolyamban egy ilyen kis módszered, ami nagyon bevált? Aha. Na, akkor kezdjük időszámításunk előtt, amikor még nagyon-nagyon egy régi kapcsolatomban voltam, nagyon-nagyon rosszul végződött, és nagyon, hát mondjuk így, hogy nagyon depressziós voltam, és beültem egy fotelba, elmentem egy pszichológushoz, nagyon sokat köszönhetek egyébként neki, és... Én azt gondolom, hogy ott már kijött az, hogy amikor én a második alkalomnál voltam, Zsófinál, akkor ő azt mondta, és most én így fogalmazom meg, ő nem így fogalmazta, hogy engem elvárásokkal szeretnek a szülők. És engem beültem a kocsiba hazafele, és egyébként hazáig bőgtem, mint egy nagy gyerek, hogy Úristen, engem akkor kiszeretett. És miért szeretett, tehát hogy nagyon-nagyon megborultam, és azt egy-két év alatt sikerült így helyre rakni magamba. És hát ő invitált arra, hogy egyébként legyek kineziológus, és én mondtam, hogy hát hogyha én rosszul vagyok, akkor én hogy legyek kineziológus? Hogy segítek másokat, hogyha én rosszul érzem magamat egyébként is a bőrömbe. És mondta, hogy Krisztián, próbáld meg, aztán majd lesz, ami lesz. Na mindegy, második hónap után ott ültem a tanfolyamon. És itt kezdődött az én kineziológiai pályafutásom, és én közben mellette trombita tanárként tanítottam a zeneiskolában, és rengeteg gyerek járt hozzám, és a trombita tanárságban egy szerencsém volt, hogy ott fél óránként jöttek a gyerekek, és egyedül foglalkozhattam velük. Tehát ott egyszerre egy gyerek volt, így van, fél óráig, és akkor ott annyira nagyon, mondjuk így belsőséges volt a kapcsolat, hogy ezeket a kineziológiai módszereket elkezdtem alkalmazni, és láttam, hogy mennyire nagyon jól működik náluk. És nekem akkora sikerélmény volt, láttam, hogy megnyerjük a versenyeket, láttam, hogy ügyesen olyan gyerekeket hoznak már hozzám, akik sérültek, de mégis, mármint úgy, hogy nem voltak tehetségesek, nem sérültek voltak, csak hogy nem voltak tehetségesek, és közben mellett elindult a kineziológiai pályafutásom is, de inkább ez a gyerekekről szól, most is inkább erre szeretném elterelni ezt a dolgot. Szóval, hogy a zeneiskolában tanítottam, nagyon sok gyerekkel foglalkoztam, és ott elkezdtem alkalmazni ezeket a Brain Gym, a kineziológiának az egyik ágát, és nagyon-nagyon sok sikert kezdtem el elérni, és akkor kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha itt most nem egy gyereknek tanítanám meg ezt, hanem beraknám őket egy csoportba, és akkor ott tíz gyerekkel egyszerre, és akkor a gyerekek is látják, hogy én nem is vagyok annyira egyedül ezzel a problémával, mert vannak itt többek is, akik nem tudom, például egy csúfolódással küzdenek az iskolában, és ez miatt már úgy mennek el az iskolában, hogy gyomorfájásos történettel mentek mindig az iskolában, mert nem tudták magukat megvédeni. És itt visszatérek az én gyerekkorom, hogy én is ugyanígy mentem az iskolába, hogy gyomorfájdalom, Úristen, hogy kell tanulni, nem tudtam. Tehát, hogy ebből indultam el, hogy a saját sérelmeimet akkor elkezdtem a gyerekek által egyébként feldolgozni, és tök nagy hozzájárulások voltak ezek a gyerekek az én életemhez. És a mai napig van egy srác, aki egyébként most a prágai filharmonikus zenekarban, nem tudom, hogyha jól tudom, akkor első trombitát játszik, és hogy nagyon büszkeséggel tölt el, hogy nagyon sok szakmai eredményt ért el ez a srác, ez a tanítványom. Szóval, hogy tényleg nagyon sokat tanultam a gyerekektől a tanfolyamok alatt, és kialakult ezáltal egy olyan módszer, amit én az egyéni konzultációkban is szoktam alkalmazni, és hát itt azért a tanulási probléma, a viselkedési zavar, ami felszokott jönni, a figyelemzavar, ugye, és arra jöttem rá a tanfolyam alatt, hogy a gyerekeket, ahogy elkezdem kioldani, ez tök jól működik egy-két hónapig, egy-két évig működik, de hogyha utána nem dolgozom a szülőkkel, akkor elkezd visszaesni, pontosan azért, mert a gyerek a viselkedési mintát ugye a szülőtől veszi át. És lehet, hogy én kioldom a gyerekből a problémát, vagy bármilyen problémát kioldok belőle, de utána arra jöttem rá, hogy akkor lesz ez hosszú távú és célra törő, hogyha én a szülőkkel is dolgozom. Hiszen a problémának a gyökere ezek szerint? Hát mindig a gyerekkorból indul el,
És ez egy érdekes nézőpont, mert hogy a te Access Bars és az Access Consciousness módszer, mindig ő azt mondja, hogy ugye minden egy érdekes nézőpont, és én erre azt tudom mondani, hogyha ezt üzemanyagként használjuk fel, mint ahogy beszéltünk már itt a műsorunk elején erről a témáról, hogy ezt üzemanyagként használjuk fel ezeket a sérelmeket, akkor iszonyatosan nagyon-nagyon lehet tanulni ebből, és nagyon-nagyon pozitív dologra lehet ezt fordítani. Mi kell ahhoz, hogy ezt valaki üzemanyagként tudja felhasználni, és ne kudarcként fogja fel? Hát, nagyon-nagyon hosszú lenne ezt így elmondani, de megpróbálom röviden. Jó, tehát ugye ez az, amit megbeszéltünk itt az elején, hogy ha én ránézek arra például, akkor most beszélünk rólam egy kicsikét, jó? Tehát én azt láttam, hogy az anyukám, apukám kritizálja egymást párkapcsolatban, minősítik egymást, ítélik egymást, veszekednek, ami nem baj, és egyébként én ezt azt tudom mondani, hogy ezért nem harag, most én úgy értem meg gyerekként, hogy úristen, engem nem szeretnek, negatívan éltem meg, nem volt kedvem élni, én mondtam, hogy én soha nem akarok párkapcsolatot magamnak, hogyha ez ennyi veszekedéssel jár, nem láttam jó példát. Viszont egy valamit eldöntöttem én magamban, hogyha én azt mondom, hogy én nekem a párkapcsolatom pont ennek az ellenkezőjét szeretném megvalósítani. Tehát, hogyha nekem ez nem boldogság, akkor itt az a kérdésem, hogy nekem mi a boldogságom. És ezt kell nagyon jól kitalálnunk, hogy nekem mi működik, nekem hogyan működne. És emlékszem még, mikor ugye találkoztunk, akkor én leírtam egy papírra, hogy én milyen párkapcsolatot szeretnék. Nekem ez nagyon jól működik a mai napig is. Leírok valamit, mert akkor úgy egyben látom, és én például azt írtam le, nem az, hogy nem szeretek, nem akarok konfliktusokat, hanem az, hogy a problémákat is nagyon könnyedén megoldjuk, és hogy mindenről tudunk beszélni. Mm-hmm. És itt most rámentünk egy kicsit a beszélgetésre, mert nagyon sok ember nem tud kommunikálni helyesen. Tehát nem tudunk egymáshoz kapcsolódni, hiszen nem láttam, én azt láttam, hogy kritizálással, bántással, ítélkezéssel kapcsolódnak a szüleim, és én pont engem mindig bántott az, hogy velem mindig csúnyán beszéltek, és rájöttem egy idő után, hogy úristen, hát én is úgy beszélek másokkal, mint ahogy ön. És akkor én ezt felfedeztem magam, hogy úristen, én nekem tök bántó, hogyha így beszélnek velem. Tehát én azért beszélek mással szépen, vagy kedvesen, mert tudom azt, hogy én nekem is ez esik jól. És hogyha én minősítek, utasítom a másik embert, akkor kritizálom, akkor tudom, hogy dűharagot és sértődést fogok neki okozni, és az, hogy én ezt okoztam neki, ez nem is őről szól, hanem rólunk, ha utána lesz nekem egy bűntudatom, hogy úristen, én így beszéltem ő vele. Ez neked megvan? Tehát, hogy amikor te úgy beszélsz mással, akkor abszolút. Én itt nekem az jutott itt eszembe, hogy egy nagyon előnyös tulajdonság akkor itt az, ha valaki képes a másik bőrébe képzelni magát. Tehát, uh-huh. hogyha egy helyzet van, akkor nagyon sokan, és nem úgy éled meg, hogy ezt nem így akarom csinálni, és mégis így sikerül, akkor ha egy kicsit hátrébb lépek, és megnézem azt, hogy a másik mit él meg, vagy a másik viselkedése mögött mi lehet, akkor már sokat tehetek a változásért, igaz? Igen, hát ezt most hívjuk így, hogy együttérzés? Együttérzés, empátia. Beleképzelem magamat az őbe. Másrészt meg ugye az én felelősségemnek a felvállalása, az, hogy én meglátom az én szerepemet abban, hogy ez a helyzet kialakult. Hiszen egy helyzet kialakulásához mindig mind a két fél kell, akár jó ez a helyzet, akár romboló, és hogyha én azt felvállalom, és nem csak a másikat hibáztatom azért, ami történt, hanem én is meglátom, hogy ja, egyébként, ha én azt ott nem mondom azt az egy mondatot, akkor lehet, hogy ebből az egészből nem kerekedik egy ekkora konfliktus, akkor ez meg a másik oldala lehet, hogy empatikus vagyok a másikkal, és közben a saját felelősségemet is felvállalom, hogy lehet, hogy ezt legközelebb másképp is csinálhatnám. Igen, de ha azt csináljuk már, hogy kintről megnézem a helyzetet, már az is egy nagy segítség, hogy úristen, akkor már nem benne vagyok, mint főszereplő, és nem visznek el az érzelmek, hanem kintről megnézem, na jó, oké, akkor most itt mi volt, mi történt egyáltalán? És hogyha már ezt így sikerült tudatosítani magunkban, akkor szerintem nekem ez a tanulságom ebből az egész helyzetből, hogy mindig van más nézőpont, mindig lehet más nézőpont, és mindenkinek a saját nézőpontjából egyébként igaza van. Mert hogyha én megnézem magamat gyerekkorban, akkor igazam van, hogy én úgy éreztem magam, hogy nem vagyok szerethető. Ha viszont megkérdezzük egyébként a testvéremet, ő teljesen másképp érte meg. Ő például ugyanabban a családban nőtt fel, ő azt mondta, hogy tök rendben volt minden. És hogy ő köszöni szépen, ő nagyon jól érezte magát. Szóval, hogy ez egy érdekes. Az érdekes, hogy mindenki másként éli meg a helyzeteket. Tehát igen, és mindenkinek egyéni története van. Tehát nem lehet ezt így ráhúzni sémára, éppen ezért.
nehéz dolgunk is van, és nem is nehéz dolgunk van, mert mindenkinek vannak sérelmei, amit hogyha üzemanyagként használna föl, akkor át tudná fordítani ezt pozitívumban, és akkor tudna gyorsan fejlődni a tudatosság útján, mondjuk így. Aki viszont beleragad ebbe a negatívumban, mert hogy ő nem tudom, érzelmesen, mint ahogy én is voltam gyerekkorban, belemegyek, akkor viszont az érzelmek átveszik az irányítást, akár a gondolat fölött, vagy a cselekedet fölött is, és ezeket, hogyha az érzelmeket elkezdjük kipakolni magunkból, akkor sokkal könnyedebb lesz, az életünk, hiszen nem csak érzelmek vannak, de nyilván aki érzékeny, az most így kell, hogy mondjam, hogy aki érzékeny, az most ezt meg lehet élni előnyként is, meg lehet élni hátrányként is, és én most az érzékenységemet a munkában nagyon előnyként élem meg, hiszen jó rá tudok hangolódni a klienseimre, és együtt tudok velük együtt érezni, és egyből meg tudom mondani a megoldást. Ebből tudok neki segíteni. Tehát ez egy fejleszthető képesség, ez egy, ahogy mondaná valaki, hogy ez egy fejleszthető izom. Jó? És a másik felében, meg hogyha érzékeny vagyok, és nem tudom az érzelmeimmel mit kezdeni, akkor meg belesüppedek, és elkezdem magamat levinni, és elkezdem magamat bántani akár gondolattal, akár cselekedettel, akár azt, hogy én ezt az érzést el akarom magamtól lökni, de nem tudom ellökni. Szóval én azt gondolom, hogy ez az üzemanyag, tehát nézőpont kérdések, és hogy én például nagyon hálás vagyok ez miatt, akár magamnak, akár a többi gyerkőcnek, vagy neked is akár, hogy megjelentél az életembe, hiszen még most is tudok fejlődni az érzékenységemet, még most is tudom fejleszteni, és a gyerek is tanít engem. Abból a szempontból például valamelyik reggel, amikor elindultunk az iskolába, nem keltünk fel olyan korán, kicsit később keltünk fel, és ugye beszélünk erről is, hogy majd mikor elmegyünk dolgozni, tehát hogy amikor a munkahelyre indulunk, akkor is ebből a szempontból, hogy fontos, hogy ő tanított meg engem reggel, és hát majdnem elkéstünk az iskolából, és aznap este elmondtam neki, hogy figyelj kislányom, most te tanítasz engem, mert te vagy most az iskolás, és én meg most vagyok így először apukaként veled szemben, és te meg most vagy először iskolás, és szeretném, hogyha időben felkelnénk, hogy odaérjünk időben az iskolába, mert most te tanítasz meg arra, hogy mikor kell felkelni. Hogy neked előbb kell felkelned. Igen. Szóval ez egy... Tehát mi ez? Egy sebezhetőség az édesapa részéről, hogy felvállalja, hogy én hibáztam, nem húztam fel az órát, nem keltem fel időben, ezért alakult ki ez a konfliktus, és este megbeszélted vele, amit szintén bekarikáznék, hogy megbeszélni a gyerekkel a konfliktust utólag, hogy tudja a tanulságot belőle leszűrni, és lássa azt, hogy ezeket a helyzeteket is könnyedén meg tudjuk oldani. Igen, szóval én valahogy így tudom működtetni ezt a negatív-pozitív oldalt, én ezt így működtetem, de nem tudom, te hogy csinálod? Melyiket? A pozitív-negatív oldalat, hogy amikor te feszültséget érzel, akkor te mit csinálsz magadban? Igen, ezt én azt csinálom, nekem az vált be, hogyha feszültséget érzek, akkor én azt kimondom. Te, így magamnak, tehát hogy megengedem, mert nagyon sok emberben és bennem is bennem volt az, hogy így visszafolytjuk, megengedünk teret a negatív érzéseknek, és én ezt megtanultam a Recall Healing módszerből egyébként, hogy a szavaknak milyen gyógyító ereje van, a kimondott szavaknak, úgyhogy én mindig szavakba öntöm, amit érzek, és a gyerekeknek is ezt tanítom, hogy figyelj, most látom, hogy most nagyon dühös vagy amikor én pufogok, mert megint reggel később sikerült elindulni, és így megyek az autóval, és mondom, hogy most mindenki menjen az utamból, mert elkésünk, akkor mondom, hogy gyerekek, anya most nagyon mérges. És akkor azzal, hogy kimondom, felszabadítom magamat. Igen, mert nem húzza magáról a gyerek. Egyrészt nem, mert a gyerekek automatikusan úgy működnek, hogyha látja, hogy anya vagy apa ideges, akkor azonnal azt gondolja, hogy velem van valami gond, hogy én csináltam valami rosszat. És azzal, hogy én kimondom anyaként, hogy hú, anya most nagyon dühös, meg nagyon ideges, akkor megnyugszik, hogy hú, nem én vagyok a hibás. Jó? Tehát ugye ez egy nagyon könnyen használ. Én úgy működök, hogy te kimondod, és akkor ugye nem húzza magára a gyerek. Meg magamat is feloldozom, hogy nem lesz egy bűntudatom, hogy úristen, mit puffogtam itt a gyerekkel, hanem elmondtam, hogy most mérges vagyok, és már el is múlt. Így van. Úgyhogy itt szülőként mi így működünk, és ugye még beszéltünk arról, hogy ezen kívül, mint anya-apa, én, mint önbizalom, hogy vagyok pozitív-negatív oldal, ahol hogy vértezem fel magam. Tehát ezen kívül ugye van még ez a három
dolog, hogy én hogy érzem magamat a munkában, mert hogyha én feszült vagyok a munkában, akkor 84-ig elmegyek dolgozni, most mondtam valamit, vagy elmegyek, nem tudom, három műszakba, teljesen mindegy, hazamegyek, és amikor én feszült vagyok, akkor mikor hazaérkezem, és nálunk volt olyan is, emlékszel, hogy feszültségre értem haza. Nálunk. Igen, mikor kicsik voltak a gyerekek, ugye ez egy tipikus helyzet. Én is otthon voltam a két kicsivel, meg a picivel, és nagyon hosszú volt a nap. A Krisztián egész napokat dolgozott akkor, hiszen ő volt a kenyérkereső, és amikor hazajött, akkor igen, csak nagy volt már a fejem, igen. Milyen érzés volt így hazaérni? Nem jó, és ezt gyakran látom azt, hogy nem, ha én sem tudom lerakni a munkát, és most a klienseknél is azt látom, ha nem tudom lerakni a munkát, és ezt viszem haza én is a feszültség, ugye te is feszült vagy én is, és nincsen türelem, mit fog látni a gyerek? Megint azt látja, hogy egyébként probléma van, megint felhúzzuk a falakat, és megint nem tudunk jól kapcsolódni egymáshoz. És eltávolodunk egymástól ismét. Tehát, hogy a munkában nagyon fontos szerintem, hogy mindenki jól érezze magát, hogy lehetőleg örömmel dolgozzunk, és itt kiemelném azt a dolgot, hogy az érzelmek egyébként mennyire el tudják vinni a családi közeget. Tehát, hogyha én nem vagyok rendben mondjuk a munkában, nem tudom, történt olyan, hogy az úriember megjelent nálam, és ő azt mondta, hogy olyan szinten nem tud már 4 napja aludni, hogy mondtam, hogy jó, oké, ez nem az én kompetenciám, tehát menjünk pszichiáterhez, és majd utána, hogyha beállították a gyógyszert, és tud aludni, akkor jöjjön mindenféleképpen, és utána jött, és mondta, hogy hát a gyógyszerrel sem tud nagyon aludni, és akkor mondtuk, hogy jó, oké, akkor ezeket az érzelmeket kezdjük el nagyon gyorsan feldolgozni, mert ő például az, hogy ő elment dolgozni, és fenntartotta a családot, ő neki ez volt az apai kötelessége, vagy így hozta ezt a családi mintát az ő családjából, hogy az apa az arra van, hogy elmegy, megdolgozni, és megteremti az anyagi biztonságot. És mivel ez a berögzültsége volt neki, ezért egyébként, hogyha ő nem tudta ezt megkeresni, úgy érezte, hogy elkezdik, hogy kirúgják ebből a bizonytalanságba került, ez annyira bekapcsolt, hogy mikor hazament, ugye a munkahelyén volt a bizonytalanság, és hazament, és a családjának azt mondta, hogy nem tudja, tehát megerősítette a család egy negatív érzésben ebbe a bizonytalanságba, és ez adódott neki össze, és itt mindenkivel kellett dolgoznunk, hogy a családját, hogy ne kapcsolja be ezt a negatív érzelmet, az, hogy a munkahelyén magabiztosnak érezze magát, hogy ne érezze magát bizonytalannak, és hát már ott dolgozott 10-15 éve, nagyon ügyes szakember volt, egy mérnök szakember, és nagyon ügyes volt, és meg voltak ő vele elégedve, csak ő nem érezte magát magabiztosnak. És teljesen felborult a család, mert hogy nem tudott hozzájuk semmilyen szinten kapcsolódni. Hát szóval van az, hogy és van a másik eset, aki beletemetkezik a munkába, hogyha otthon nem érzem jól magamat, otthon feszültség van, állandóan kiabálnak, úristen nem bírja a gyerekemet nevelni, igaz? És akkor elmegyünk, és akkor dolgozunk. És még hazamegyek, és még engem is csak cseszeget. Igen, úgyhogy én inkább elmentem dolgozni, és ott pedig az a hiba, hogy a minőségi időt nem töltik egymást, tényleg elhidegülés van, nem gyakorolják a szeretetnyelvet, mint párkapcsolatban, nem kapcsolódnak a gyerekhez, tehát egy apa hiányban ül fel, akkor a gyerek nem látja azt, azt látja, hogy az apa menekül, akkor mit fog ő látni gyerekként, hogy az én párkapcsolatomban is valószínű, hogy el fog menekülni tőlem az összes férfi, vagy az összes nő. Tehát, hogy ebből a szempontból, hogy ugye azt látjuk meg párkapcsolatban, hogy ez nem működik, és hogy ez akkor nekem minek párkapcsolat. Szóval, hogy ez hosszú távon nagyon rányomja a gyerekekre a bélyegét, hogyha mi egyénileg, és párkapcsolatig is, hogyha nem vagyunk rendben. Jó, menjünk tovább. Tehát, hogyha már beszéltük a szülőket, átbeszéltük a munkát, átbeszéltük a férfinőt, és vannak gyakori problémák, amit még ide szeretnék hozni, amikor nincsenek barátaink, amikor egész nap együtt vagyunk. Emlékszel? Tehát, hogy most szombaton, hogy te otthon voltál a vírus alatt a gyerekekkel, te besokaltál, és akkor azt mondtam neked, hogy szombaton, akkor menj el te kirándulni, hogy legyen én időd, és akkor én vagyok a gyerekekkel, mert én úgyis dolgoztam a hét közepén, nem voltam annyit a gyerekekkel, te meg végig voltál velük, és akkor te ezt hogy érted meg?
Hát itt a terhek közös megosztása, vagy ez a közös teherviselés jut eszembe, hogy ez nekem akkor nagyon jól esett, mert tényleg most szerintem sokan élték meg úgy, ahogy én is ezt a helyzetet, hogy nagyon sok volt így egy fedél alatt ez az idő, és ugye nagyon sok szerepet kellett egy időben betöltenünk, hiszen miközben dolgozom, közben a gyerekekkel is kell tanulnom is, mint tanítónéni, meg szülőként őket még ellátni, és akkor még ugye a párkapcsolati megéléseket ki is hagytuk, tehát hogy ez egy ilyen nagyon komplex helyzet volt, amit így átéltünk, és nagyon sok tud lenni. Nekem is nagyon sok lett így egy pár hét után. Azt vettem észre, hogy már mindenki idegesít, már saját magam agyára megyek, és akkor ilyenkor már én ezt felismerem, mert tudom, hogy a felismerés az első lépés a változáshoz, és amikor felismerem, vagy helyettem felismeri a Krisztián, olyan is van, akkor megbeszéljük, hogy most akkor egy kicsit félrevonulok. És akkor kell egy kis külön töltött idő, úgyhogy akkor én azon a hétvégén egy napra elmentem kirándulni egy nagyon jó társasággal, kikerültem ebből a közegből, nem ért ilyen nagyon sok inger, hanem kint voltam az erdőben, és hallgattam a madárcsiripelést, és még a baráti társaságtól is távol tettem meg a sétámat, és feltöltöttem egy pár óra alatt, és ez alatt, a pár óra alatt tudtam feldolgozni ezt a rengeteg ingert, és információt, és érzést, és impulzust, ami ért ebben a néhány hétben. Úgyhogy másoknak is ezt tudom javasolni, hogy egy picit a személyes terünket próbáljuk meg megteremteni, ha így érezzük, ilyen frusztráltan érezzük magunkat, mert hogyha együtt, vagy egyedül tudunk töltekezni, akkor utána egy teljesen más édesanyja tér vissza. Tehát én is teljesen más hangulatban tudtam este újra visszatérni a családba. És az számomra nagyon-nagyon megnyugtató volt, tehát a másik fél, az apák például abban tudnak segíteni, hogy akkor ilyenkor egy picikét átveszik az otthoni teendők egy részét, a gyerekeket egy kicsit rendezik, akár ha nem is egész napra, de egy-két órára, hogy a másik fél föl tudjon egy kicsit töltődni, és egyedül tudjon lenni, ez életmentő tud lenni. És nem csak azért, hogy a másik félnek kedvezzünk, hanem ez saját érdek is. Tehát, hogyha egy kicsit önzőek akarunk lenni, akkor az én, vagy a te érdeked is az volt, hogy egy ilyen szétesett fejű, fölállóhajú, lámokat szóró szemű anya helyett jöjjön vissza egy ilyen feltöltekezett valaki. És ezt mi úgy szoktuk elmondani, hogy a szeretet hordót jól meg kell töltenünk, hogyha nekünk tele van a szeretet hordónk, akkor tudunk ebből adni. Hiszen ha én nem vagyok feltöltve szeretettel, hogyha én nem érzem jól magamat a bőrömben, akkor nem tudok a másiknak pozitívumságot adni. Ha én lent vagyok, én ezt úgy szoktam megoldani, hogy amikor én úgy érzem, hogy nem tudok adni, akkor inkább fölmegyek a szobába, nem tudom, meditálok, betöltöm magamat, rendezem magamban ezeket a negatív érzéseimet, üzemanyagként áttöltöm a másik tartályba, hogy jó, akkor ezt hogy csináljam, vagy mit csináljak másképp, és akkor így működik az, hogy utána feltöltődök, és mikor vagyok töltve, ha van miből, akkor tudok adni. És nagyon gyakori probléma, hogy ugye kimerünk a munkába, kimerünk az otthoni háztartásba, kimerünk a gyereknevelésbe, este már nem tudok olyan minőségben oda ülni, és ilyenkor kell ezt kicsikét elengedni, és ilyenkor kell én időt csinálni. Tehát, hogy ez az, ami tényleg fontos, nagyon sokszor látom azt, hogy csupán ebben van a hiba. Tehát jól működik minden, egyszerűen az, hogy nincsen én idő. Például nagyon nehéz, hogyha nincsen nagymama, és nem tudjuk hova leadni a gyerekeket, és nem tudunk egyébként a párkapcsolatban egy minőségi időt férfinőként, egy randi időt csinálni magunknak. Ha nincsen a férfinő, ugye a férfinői szerepünkre kell a randi idő, aztán ahhoz, hogy én kicsikét elmenjek a barátokkal feltöltődni, vagy elmenjek egyedül egy tanfolyamra, vagy elmegyek egyedül sétálni, kiüríteni a fejemet, az nagyon fontos, hogy én akkor tudok igazán feltöltődni, és utána fogok tudni igazán adni megint. És ez tényleg nagyon gyakori hiba, hogy erre nem szoktunk gondolni. És mint ahogy a párkapcsolatnál ez kimarad, az én idő is kimarad, és egyszerűen csak elfogyunk. Így van, nem tudom, hogy hallottátok, hogy van egy ilyen mondás, hogy ha az édesanyja jól van, akkor mindenki jól van a családban. És ezt én régen teherként éltem meg, bevallom őszintén, hogy mi? Minden rajtam múlik, és én nem lehetek gyenge, és Úristen, és ez kikérte? Én ezt nem akartam, nem választottam. De most már tudom, hogy igen, ebben van igazság, és valójában tényleg rajtam múlik az, hogy én hogyan érzem magam, és nem kell ezt egy nagy jelentőségtelivé tenni, hanem egész egyszerűen fel kell ismerni, hogy most kifogytam, elfáradtam,
fáradtam, viszontlátásra egy kicsikét megyek és töltődök, sportolok egyet, megyek egyet futni, vagy elolvasok a könyvemből egy fejezetet, és már is más hangulatban tudok visszatérni. Tehát mindig, hogyha azt érzed, hogy áldozat vagy, és te ezt nem teheted meg, és a körülmények nem teszik lehetővé, akkor egy picit tedd fel a kérdést, hogy ez igaz? Tényleg nem tudok semmit tenni azért, hogy én ezt megteremtsem magamnak. Valójában kin múlik ez? Így van, és a felelősség mindig a miénk. Mindig. A választásaink is mindig a miénk. Igen. Csak ugye kérdés az, hogy én merem-e már. Igen, tehát hogy merem-e vállalni, ezt akartam mondani, mert ugye szerintem sokan attól félnek, hogy konfliktust szül, hogy elkezdem magam felvállalni. És nagyon sok kapcsolatból hiányzik, vagy családból, hiszen a gyerek is sokszor úgy érezheti, hogy nem vállalhatom fel magam, mert akkor abból konfliktus lesz. És szerintem a tudatos családnak az egyik ismérve lehet akkor ez, hogy minden szereplőnek joga van azt érezni, hogy most ebben a helyzetben én most nemet mondok, vagy ebben a helyzetben most elmondom egy kérésemet, amire lehet, hogy úgy fognak reagálni, hogy elsőre nem tetszik. Na? Igen, és azt mondtam neki, hogy oké, rendben, most tanítsd meg a Prüsnek, legyél te Elvira néni, legyél te a tanár, és... legyél te a tanár, és akkor tanítsd meg a Plüssnek. És ez egy olyan élmény volt, hogy ő megtanította, és ő szeretett ebbe a szerepben jól lenni. Lehet, hogy tanár lesz? Nem tudom. Majd ő eldönti. Nem tudom, de arra törekszünk, hogy az első körben már a tanulást egy pozitív élményhez kössük, igaz? Mert hogyha már az elején az első osztályban sikerélménye van a tanulással, és nem egy kötelességként, egy nehézségként, egy teljesítendő feladatként fogja fel, akkor már nagyon sokat tettünk azért, hogy a később is könnyebben menjen ez neki. Uh-huh. Igen, hát mi ezt eldöntöttük az elején, hogy megpróbál. Nyilván nem csak rajtunk múlik, de hogy ami rajtunk múlik, azt megtesszük azért, hogy ő neki ez élmény legyen. Igen, meg hogy öröm legyen. Tehát, hogy öröm legyen. Az erre nagyon rámegyünk most idézőben az első 1-2-3 év, hogy az öröm teli legyen, hogy ezt lehet, hogy ő majd lásson, és sok eszközből ő ki tudja válogatni azt, hogy ő egyébként mi lesz majd az ő módszere. Mert valaki hallás után tanul, valaki kép alapján tanul, és hát ez, térjünk is erre rá, így a gyerektanulási, meg az iskola témára, mert hogy itt van egy pár dolog, ötletünk. Amit felhozhatunk. Például azt is alkalmazunk, ami az én gyerekkoromból jött, hogy nekem a nagypapám meg az édesapám olyanok, a mai napig, nagypapám 90 éves, és a mai napig kíváncsi. Tehát a kíváncsiság az egy akkora erő és lehetőség, hogyha ezt a gyerekben, szerintem minden gyerekben egyébként benne van, hogyha mi ezt szülőként tápláljuk és nem altatjuk el, akkor a tanulásában is nagyon sokat tudunk segíteni. Nekem ez volt abszolút az, ami segített abban, hogy élvezzem az iskolát. Én mindig nagyon szerettem iskolába járni, mindig nagyon szerettem új dolgokat megtanulni. Nyilván volt olyan, ami kevésbé érdekelt, azokat megtanultam, mert jó, szorgalmas, jó kis megfelelő gyerek voltam. Ez is, ugye ez meg édesanyámtól jött, hogy ő neki meg kellett felelnem. De hogy mindig beszélgettek velem a papám és az apukám, minden kérdésemre mindig választottak. Ha nem tudták, akkor azt is mondták, hogy ezt most nem tudom, de nézzük meg ebben a könyvben, és akkor utána olvastunk. És ott megtanultam azt, hogy kíváncsinak lenni jó, és lehetek kíváncsi, és most azt látjuk a gyerekeinken, hogy ők is marhára kíváncsiak mindenre, úgyhogy ezt alkalmazzuk náluk is, hogyha valamit nem tudok, oké, kislányom, senki nem tud mindent, ezt mondják ők is, hogy senki nem tud mindent, akkor nézzük meg, hogy mi a válasz, és akkor rákeresünk az interneten. Igen. Egyébként fantasztikus a nagypapád. És mi is tanulunk velük, mert egyébként... Fantasztikus a nagypapád, mert hogy 90 évesen, ugye Facebookon, videóhívásban... Megtanulta a számítógépet kezelni, most ugye ez a helyzet, őt is rákényszerítette arra, hiszen háborús élményei előjöttek, és ő egyből bezárkózott a bunkerbe, senkivel nem találkozott, viszont kialakította a lehetőségét, hogy kapcsolódjunk, ahogyan tudunk, megtanult facebookozni, megtanult messenger hívást indítani, és 90 évesen okostévéje van. Tehát én mondtam, hogy nekem ő a példakép, és az ő kíváncsisága és nyitottsága abszolút életben tartja őt.
Igen, és pontosan, hogy ez az egyik hosszú élet titka is akkor, igen, ezek szerint, tehát ez egy jó példa előttünk, hogy a kíváncsiság az mindig a nyitottság, az újdonságnak a befogadása, ez az élet, mert hogy mindig változik minden. Így van, így van. Így akkor nem rekedünk meg, hanem mindig, igen, tudunk haladni az árral is. Jó, hát én másképp értem meg ezt az iskola időszakot, ugye nekem nagyon ment már az elején a trombitálás, és én nagyon arra mentem rá, és nyilván, hogy még emlékszem, még a bátyám, a testvérem, ő neki egy olyan tanára volt, aki képi vizualizációt tanított, és hogyha jól tudom, neked is ilyen tanárod volt alsóban, hogy képi vizualizációban elképzeltette, vagy lerajzoltátok azt, amit tanultatok. És én meg mindig ott ültem az asztal fölött, és egyébként csak ott voltam, és nem érdekelt a dolog, nem voltam rányitott, tanulni nem jó, nekem ez volt, hogy az kényszer, hogy abban nincsen öröm, és hogy a zenében van, de a többi nem érdekelt. Uh-huh. És nem tudtam hozzá kapcsolni, és pontosan ezért egyébként nagyon sokat szenvedtem ez miatt. És én ezt láttam is az én gyerekeimen, amikor én tanítottam, hogy mi az, ami érdekli őket, és mi az, ami nem. És hogyha tudom azt, hogy nem érdekelte annyira mondjuk a trombita, akkor például másról beszélgettem vele, vagy más irányba tereltem őt. Nyilván a kötelezőt megcsináltuk, de azt is megpróbáltam egy jó élménnyel gazdagítani. És emlékszem, hogy hát volt olyan, hogy hát anyukám egyébként egy szeretetre méltó anyuka volt, de emlékszem, amikor nem olvasta, megfogta és oda csapta a földhöz a könyvet, és mondtam, hát vannak dolgok, amiket muszáj. Igen, és gondolom szólt a tanárnéni, hogy nem tudok jól olvasni, és ott is elszállt egy kicsikét anyukám, amiben teljes mértékben egyébként igaza volt, hogy elszállt, és megmutatta azt is, hogy őnek is van ereje. Meg hogy hol a határ. Igen, tehát hogy néha, amikor ugye feszültség van a gyereknél, meg kettőnk között, ő lehet, hogy mindig próbálgatja a határokat, és azokat feszeget, és néha egyébként azokat meg kell húznunk, hogy na, hol van elég. Jó, mert ez és most... nagyon sokszor egy kicsit távolabbra kerülnek ezek a vonalak. Igen. Igen. Nekik az a dolguk, igen, hogy igen, tágítsák. Igen, hogy mindig egy ilyen újdonságot lökjenek be, és hogy ezt tágítsák, és lehet tágítani, de vannak mondjuk így, hogy ezek a határok, amiket jó, ha megtartunk, és egyébként magunk miatt, mert ha mi nem rakjuk be ezeket a határokat, akkor utána sajnos mi leszünk ettől feszültek. Például, hogyha nem kerünk fel időben, és nem mondom azt, hogy na, most már gyere, szállj ki az ágyból, akkor utána egyébként ugye én leszek feszült. Az egész napunk borul. Így van. Vagy például most beszélünk akkor, ahogy én rólam, hogy én nem ültem le tanulni, nem volt, tehát én egy közepes tanuló voltam. Nekünk egyet nagyon jól tudott mondani az apukám, meg az anyukám, hogy biztos, hogy nekünk főiskolára kell mennünk, akármilyen átlag volt, akkor is a főiskolát el kell, hogy végezzük. Náluk ez így be volt rögzítve. És hát ugye, mivel én egy közepes tanuló voltam, így kétségek merültek fel, igen, hogy nekem hogy lesz egyébként, milyen főiskolára fogok menni. De hát nyilván, hogy a zenei főiskolán, tehát hogy mentünk erre tovább. És de... mindig veszekedés volt a tanulásban, és mindig nyűg volt a tanulás. És ez egy komoly feszültségforrás volt kettőnk, hármunk között, apu, anyu meg én közöttem, hogy mindig egyébként úgy éreztem, hogy én ebben egyedül vagyok, és sajnos az volt, hogy míg a bátyám szárnyalt ebben, neki könnyedén ment, mert hogy ő az alsós tanár jól megtanított őket tanulni, mint ahogy téged is az alsós tanár, hogy képi vizualizációval egyébként tanul. Tehát ugye a mostani szülőknek az a nehéz, hogy nincsen eszközük, hogy ott ül a gyerek, és figyelmetlen meg nem érdekli az egész, hogy nem tud neki pozitív élményt okozni, mint ahogy mi is csináljuk, hogy akkor mondd el a püsnek, nem jön ötlet. Vagy éppen nem rajzoltatta a levele, hanem tanuld meg, ezt meg kell tanulni. Magold be. Tudom, csak itt nekem mindig az volt a kérdés, hogy hogyan csináljam, és nem mondta el senki. És a főiskola végén rájöttem, hogy a képi memória, a fotomemóriának hívom, hogy ránézek, elképzelem, mert mint kiderült, ugye az olvasásért, írásért a bal agyfélteke felel, és a hosszú távú memória az a jobb agyférteke, és a kettőt össze kell kötnünk. És én lehet, hogy aláhúztam és bemagoltam, de másnapra egyébként elfelejtettem mindig. És ezért nem volt sikerélményem, mert nem kaptam jó jegyeket, mert nem volt sikerélményem ugye a tanulásban, és ezért mondtam, hogy na jó, akkor ez nekem nem megy, és fel is adtam. És aztán főiskolán arra jöttem rá, második harmadik, hogy nálunk azért 20 percet kívülről kellett nagyjából játszani, és nagyon hosszú dallamokat, számokat kellett eljátszanunk, és nagyon sokan fejből, és nagyon sokan megakadtak a memória hibában.
És én, mert hogy ugye fölállunk, stresszelünk egy kicsikét, és szétkapcsol a két agyféltek, és nem tudjuk előhívni ezeket az információkat az agyunkba, és akkor rájöttem, hogy behunyom a szemem, és minden sort így külön megjegyeztem, külön kiszíneztem, külön rajzoltam oda, hogyha én elakadok, akkor is a hangszerem nélkül behunyom a szemem, rágondolok, és előhívom. És tulajdonképpen, amit említettünk ezeken a hatékony tanulás kinezológiai tanfolyamon, csináltam a zenéskola után, ezeket kezdtem el megtanítani a gyerekeknek, hogy hogyan kell a feszültséget kezelni magunkban, hogy hogyan kell ezeket a negatív érzelmeket kidobni, hogyan kell sikerélményeket, hogyan kell elismerni saját magunkat, és hogyha ezt a gyerek tudja, akkor ő már önjáró lesz, tehát valószínű, hogy neki az önbizalma, hogyha rendben van, akkor valószínű, hogy az életében is egyébként így fog működni. Mert van eszköz, amit tud választani. És ha ezt szülőként én képviselem és megélem, akkor ezeket az eszközöket viszi tovább a gyerek. De lássuk mondjuk az én példámat, hogy én például nálam, és ezért mondom, hogy mindenki hibátlan, és nem véletlenül van ott, ahol van, hogy nálam például az én családomnál, hogy beszéltem, én például a negatívot tök jó, hogy előnyét tudtam kovácsolni. És erre tudom azt mondani, hogy ne keseredjen el egyik szülő sem. Jó? Tehát, hogy nincsen rossz szülő. És nincsen hiba. Nincsen hiba. Hanem, és nincsen áldozat, és nincsen tettes, hogy igen, úgy mondjam. Hanem egyszerűen csak eszköz és tudás kell ahhoz, hogy ezt mi át tudjuk fordítani. Tehát érdemes képezni magunkat, érdemes információt összeszedni, hogy mi hogy működünk, és hogy az önismeret az nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert ez a kulcsa ennek az egésznek. Jó. Adnánk-e most így a beszélgetés vége felé járva egy összegzést, egy kis összképet arról, hogy a szülő lássa, hogy mi mindenen múlik, mik azok a tényezők, amik a gyereknek a boldogulását befolyásolják. Milyen gyökérokok lehetnek? Oké, akkor nézzük is meg, hogy akkor összegezzük ezt az egész előadást. Így van, hogyha most elképzelsz egy fát, egy fával szoktuk ezt ábrázolni, hogy mik azok a tényezők, amik befolyásolják azt, hogy egy gyerek jól érzi magát a bőrében, vagy sem. Ha elképzeled a fát, akkor a fának a törzse az önbizalom. Amiről itt egész eddig beszéltünk, annak nagyon nagy része arról szólt, hogy akár a szülő, akár a gyerek hogyan tudja magát értékelni. Minden azon múlik, illetve a legtöbb dolog azon múlik, hogy hogyan tudja magát becsülni, szeretni a gyerek. És attól tud a kapcsolódásaiban is jól működni. Tehát a fának a törzse az önbizalom, a fának a lombozatát pedig, a lombozatában a virágokat, az eredményeket, azt pedig úgy írtuk fel, hogy ha nekem rendben van az önbizalmam, akkor van egy lelki békém, egy békességgel tudok tekinteni a világra, a körülményeimet nem egy befolyásoló tényezőként nézem, hanem mindennel rendben vagyok, és én tudom alakítani az én életemet. A másik virág, ha én rendben vagyok az önbizalmammal, akkor egy jó probléma megoldó vagyok. Igaz? Tehát jól kezelem a konfliktusokat, a problémákra inkább megoldandó feladatokként tekintek, és nem hatalmas, megoldhatatlan gondoknak fogom fel. A másik virág ezen a fán az az, hogy a gyermek jó tanuló, jól tud teljesíteni az iskolában, jól tud viselkedni az órán, együttműködő, az információk, amiket megtanul, az hosszú távon is bennmaradnak, és jól tud a vizsgákon teljesíteni. Van, tehát, hogy sikeres. Sikeres. Tehát meg ebben is egy sikerélménye van, mint ahogy egyébként a kapcsolatokban is sikerélménye van. Tehát, hogy itt nagyon fontos az, hogy ő azt a pozitív érzelmet önmaga felé érezze. A megbecsülést igazából. Igen. Értékelje saját magát, és akkor tud ez a fa nagyon-nagyon sok ilyen virággal kiteljesedni. De ugye egy fának nem csak törzse és lombozata van, hanem vannak felszín alatti tényezők, amiket mi ugye gyökérokoknak, befolyásoló tényezőknek hívunk. Ezek azok a tudattalan berögződések, viselkedésminták, hitrendszerek, hiedelmek és nézőpontok, amik úgy befolyásolják a mi életünket, és a gyereknek is az önbizalmát és a teljesítményét, hogy nem is tudunk róla. És a szülőként erre ránézünk, akkor jó, hogyha tudjuk, hogy az egyik gyökér például a gyerek születésének és a fogantatásának a körülményei,
Hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor mi a gyermeket tervezzük, akkor a fogantatás előtti 9 hónap, a várandóság 9 hónapja, maga a szülés körülményei, és az első életében ez az indító programja a gyermeknek, illetve minden embernek, és minden, amit ott a szülei megéltek, és ahogy ő maga a születését meg tudta élni, az nagyon-nagyon fontos a későbbi életére vonatkozóan. Mondjuk erre példát, így az, mert például nálam volt az, hogy engem Krisztinek vártak, állítólag, én legalábbis nekem ezek az információim vannak. Lánynak vártak, és amikor megszülettem, akkor lettem Krisztián, és ezért például, amikor rájöttem erre az információra, akkor jöttem rá, amikor én egy rossz párkapcsolatban voltam. Hogy úristen, hát nekem, engem lánynak vártak. És mikor elkezdtem dolgozni saját magamon, akkor derült ki igazából tudattalamban, hogy nincsen meg a férfi karakterem. És mivel nem volt meg a férfi karakterem, nem tudtam csatlakozni a nőkhöz. Én ezt úgy tudnám elmondani, hogy ennek az a következmény, legalábbis amit én láttam magamban, hogy én mindig egy helyes srác voltam, sok lány volt belém szerelmes, én jól értem meg ezt így, viszont egyszerűen megmaradtam érzelmi szintjén, nem tudtam kommunikálni mindig, mikor az gombóc volt a torokomban, és nem tudtam felük megnyílni szavakban. Nem tudtam kinyitni. És utólag, ahogy ezen dolgoztunk, hogy ja, értem, hogy miért nem tudtam kinyitni a torkomat, a számat, hiszen nekem bennem volt az, hogy a fogantatásomnál egyébként kislánynak várta, és ezért nem tudtam jól kapcsolódni a nőkhöz. Szóval ez egy érdekes történet, és nagyon sok olyan kliensem van, aki például nem vár gyerek, és nem vár gyereknél általában a pánik betegség szokott megjönni, hiszen aki nem vár gyerek, az mindig elkezd megfelelni a másik embernek, érzelmileg függő, kapcsolatfüggő, bárhogy hívhatjuk ezt az érzelmet, hogy mindig el kell kezdenem megfelelni másik embernek azért, hogy én szerethető legyek. Tehát a nem vár gyereknél mindig az van, hogy van benne egy óriási nagy megfelelés. Tulajdonképpen az élete múlik rajta, hiszen a megfoganása is egy olyan környezetben, olyan igen, helyzetben történt, hogy nem akarták. És ez egy túlélői rendszer, igen, tehát hogy amit itt törzünk, ugye a kinezológia azt mondja, hogy van egy olyan terület, a közös integratív agyi terület, hogy elraktározzuk ezeket az információkat, olyan, mint egy hosszú memóriakártya, és innét szoktuk előhívni ezeket az információkat, hogy na jó, akkor nekem, én miért akarok én mindenkinek megfelelni most a környezetemben? Vagy én miért nem tudok jól kapcsolódni a lányokhoz? Én miért nem tudom jól kimondani? Ja, mert oké, hogy a szüleim, de hogy a fogantatásomnál engem egyébként lánynak vártak, vagy egyébként engem nem vártak. Ez iszonyat nagy befolyásoló tényező, és ezt, ha nem, én azt gondolom, hogyha nem megyünk el szakemberhez, nagyon kevés az az ember, aki ezt fel tudja önmagában ismerni, hiszen erre kell egy olyan objektivitás, mert ez a túlélői rendszerünk, és amit én fogantatásomtól kezdve, vagy előtte 9 hónappal, egészen 12 éves koromig látom, én úgy tudok csatlakozni a szüleimhez, hogy az ő rajtuk keresztül látom meg a világot. Az ő szemükön keresztül, igen, nézek a úgy, világra. A gondolatait is érzem a szüleimnek, ugye az érzelmeit is, és a cselekedeteit is látom, hiszen egyébként tőle függünk, hiszen ő adja rám a pelenkát, ő adja nekem az ennivalót, hát ő rajta keresztül látom meg a világot, és tanulom meg a világot, és az lesz nekünk természetes. Így van, és nagyon sokan erre nem gondolnak, nagyon sokan azt gondolják, hogy majd ez később lesz fontos. Jó, ha ezt tudjuk szülőként, hogy igen, már a fogantatás környéke is közrejátszhat abban, hogy a gyerek hogyan viszonyul saját magához, és a világban hogy találja meg az ő helyét. Így van. És még egy gyors példa, bocsánat, igen, hogy belevágok a szavadba, hanem hogy egy gyors példa, hogy aki nagyon-nagyon nehezen jött össze gyerek. Például tipikusan túlféltés, fontos, van, uh-huh, nincsenek meg a határok. Túl közel van, rövid a köldögzsinór. És ilyenkor szokott az lenni, hogy mikor elmegyünk iskolába, óviba, hogy sírás van a gyerekben, hogy nehezen jött meg, és sírás van, nagyon kötődik az anyához, hiszen az anya is nagyon kötődik, hiszen ő neki nehezen jött, ezért nagyon odafogja magához, és ezért, mikor ki kell teljesíteni az iskolában, már ott egyedül van nélkülön, ebből a burokból kimegy, és ott védtelen lesz a gyerek. Nagyon sok esetben van az, hogy például ez az egyik oka az iskolában lévő konfliktusoknak. De hát
Így van, erre is megvan a megfelelő technika, ott az anya-gyermek kapcsolatot kell oldani ezzel az eszközzel. Ugye ez volt az egyik gyökérzet. Ez volt az egyik gyökérzet, a születés és a fogantatás körülményei. A másik gyökérzet pedig, amire gyakran nem gondolunk, az a szüleivel való kapcsolata a gyereknek, és a szüleinek egymással való kapcsolata. Erről nagyon sokat beszéltünk így a saját életünkből hozott példákon keresztül. Nagyon jó, hogyha ti is megnézitek, hogy most ezeknek az ismereteknek a tudatában, hogy mit lát rajtatok a gyermek, hogy ti hogyan kapcsolódtok férfiként és nőként, ő egyáltalán érzékel-e ebből valamit, vagy csak egy anyarobotot meg egy aporobotot lát otthon, akik minden kívánságát teljesítik. Jó? És itt a szülőkkel való kapcsolatnál nem csak arra kell gondolni, hogy ott valami rossz kapcsolat van, és akkor az valami rosszat eredményez, hanem egy nagyon szeretetteljes anya-gyermek kapcsolat is tud olyan tünetet okozni a gyerekben, amikor látozza őt például az iskolában van vagy a közösségben, úgyhogy ha ilyen tünet van, akkor érdemes segítséget kérni és mögé nézni, hogy mi lehet-e mögött, hiszen ez mindenkinél egyedi. Így van. Jó, okay. A következő, a harmadik gyökérzet, az pedig a gyermek élete során eddig megélt sérelmek, konfliktusok, hiszen ő nem csak elmondtuk, hogy a mi szemüvegünkön keresztül nézik egy pár évig a világot. Ők úgy fogják fel, amíg még kicsik, hogy ők egyek velünk. Igen. De ahogy telnek az évek, egyre inkább leválnak rólunk, és önálló életet kezdenek élni már gyermekként is. És ugye megélik a saját konfliktusaikat az óvodában, az iskolában, akár a családban is lehetnek olyan életesemények, akár egy válás, akár egy haláleset, vagy egy olyan szülő-gyermek viszony, ahol mondjuk bántalmazás van. Ezek mind-mind olyan konfliktusok, amik a saját életében összegyűlnek az ő tudattalanjában, és a későbbi teljesítményére aztán befolyással lehetnek, akár a tanulásban, akár a viselkedésben. Úgyhogy amikor ilyen tünetet tapasztaltok, akár a tikkeléstől kezdve, az olvasási, számolási nehézségeken át, vagy önbizalomhiányt, nem tudja magát képviselni, nem tud jól kommunikálni, ez mögött mind-mind érdemes megnézni ezeket a tényezőket, hogy megtaláljuk a kiváltó okot. Így van. Úgyhogy ez egy nagyon jó összegzés volt. Így van, és akkor még egy nagyon rövid útravalót hoztunk nektek, azt nem felejtem el, mert ezt nagyon, nagyon fontosnak tartjuk, hogy odaadjuk nektek a későbbiekre, hogy szülőként mit tehetsz a gyerekedért és magadért. Az első az, hogy légy önkritikus, és nézd meg egy kicsit magad kívülről, mert nagyon sok szülő esik abba a hibába, hogy azt gondolja, hogy csak az a jó, az az igazság, az a minden, az az egész igaz, amit ő képvisel, és nem tudja megnézni kívülről magát, nem látja azt, hogy esetleg lehet, hogy ez a kisgyerek, az nem csak egy kisgyerek, hanem ő egy önálló, öntudattal rendelkező lény, és lehet, hogy ő ezt az egészet másképp csinálna. Úgyhogy nézzük meg egy picit a helyzeteket, meg magunkat kívülről. A másik, amit nagyon fontosnak tartok, hiszen anyaként én is nagyon sokszor érzem a bűntudatot. Tehát így hagyjuk abba önmagunk bántalmazását az elkövetett hibákért, hiszen nem lehet tökéletesen csinálni, mindenki követel hibákat, és ha megnézzük azon a szemüvegen keresztül a hibáinkat, hogy valójában lehet, hogy ez a legnagyobb hozzájárulás a gyerekünk fejlődéséhez. Tehát mi van akkor, hogyha nem kell őt egy bársonypárnán, egy buborékban, vagy egy búrában nevelnünk, hanem mi van akkor, hogyha pont a tapasztalati út tanítja meg arra, hogy ő ki ebben a világban valójában, vagy ki az, aki ő szeretne válni, akkor egy kicsit fel tudjuk magunkat oldozni az önbántalmazás és a bűntudat alól, hiszen szerintem az egyik legrosszabb, amit tehet egy szülő, nem, a gyerekével, hogyha bántja magát. Igen, hiszen ezt a bántást, ezt át fogja venni és magát fogja hibáztatni. Tehát ilyenkor mit tudunk csinálni? Elmondjuk neki, hogy kislányom, ezt most elcsesztem, ne haragudj, rosszul csináltam, legközelebb ezt is ezt fogom másképp csinálni. Jó, mi is igyekszünk azért ezeket felvállalni és bocsánatot kérni, mert hogyha mi bocsánatot kérünk tőlük, akkor ők is megtanulják ugyanezt, és ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, ha valaki az életben ezt tudja. A következő itt a végére, hogy ne vedd véresen komolyan ezt a szülőséget, ezt a gyereknevelést, nem lehet maximálisan csinálni. Van, amikor elmaradnak dolgok, és van, amikor mi is pizzát eszünk, sőt, van olyan, hogy egész héten rendelünk, meg harudacskát sütünk, mert egész egyszerűen valami más van a fókuszban, más a prioritás, és ettől nem fog evészavarossá válni a gyermekünk. És ez most csak egy nagyon banális példa. Erre is mondjuk egy példát, hogy erre például az a
van egy olyan példa, hogy például hazament a hölgy, és hogy nem volt rend, és ez tipikus probléma az anyáknál, hogy úristen, a gyerek miatt nem tudok rendet tenni. Kupi van, és kosz. Kupi van. Te egyébként régen, hogy álltál ehhez. Ez megőrített engem is, igen. Igen, tehát hogy ez például, és most mondtunk egy ilyen, jó, el kell, hogy engedjük-e, tehát hogy oké, rendben, most nem ez van a központban, oké, engedjük el, nézzük meg, hogy mikor tudom beírni a naptárba azt, hogy egyébként ez mikor fog beleférni ez és ez a tevékenység. Tehát ugye erre valami ilyesmi megoldást tudunk még ajánlani. Igen, igen, igen. Tehát egy nagyon picit megtanulni elengedni a dolgokat, igen, elengedni a tökéletességre törekvést, a maximalizmust, és egy kis humorérzéket elővenni. Ez nagyon fontos, mert én évekre elvesztettem. Nagyon rossz volt nélküle, úgyhogy most igyekszem minden helyzetből egy picit kivonódni és megnézni ezt, hogy hogyan tudnék ezen nevetni. Így és egy van. Picit könnyedebben venni. És már is kintről nézed az egészet, és már is könnyebb lesz. Egy könnyedség van, és nem egy hatalmas teher és nehézség. Úgyhogy most ezzel engedünk titeket útnak, és arra kérünk benneteket, ha érdekes volt számotokra az előadásunk, akkor kövessetek bennünket a Tudatos Család Facebook oldalon, és a Tudatos Párkapcsolat Facebook oldalon, illetve a tudatoscsalád.hu oldalunkon tudtok hasznos tartalmakat gyermekneveléssel és család témával kapcsolatban is találni. Nagyon köszönjük, hogyha hozzánk fordultok a kérdéseitekkel. Oké, jó volt veletek! Sziasztok! A videó az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával készült.